hogy szebb napokban is mindig lásd mások fájdalmát. Ünnepi műsort adtak elő a Máté Szalkai Szakképzési Centrum diákjai a Déri Miksa intézményben. Közel 120 végzős tanuló kapta meg a bizonyítványát. A háború kitörése miatt az idei év kitüntetett jelentőségű volt az iskola életében. A Máté Szalkán duális képzésben tanuló kárpátaljai diákok február 24-e óta nem tudtak hazatérni. Számukra a megfelelő szakképzés mellett az intézmény és a helyi lakosság minden egyéb más segítséget is igyekezett megadni. Nyeste Kamilla Bátyúból érkezett, kozmetikus technikus szakon végzett, a jövőben saját szalont szeretne nyitni. Nagyon sokat segítettek nekünk itt, mind a tanárok, mind a magyarországi lakosok, és nagyon sok támogatást kaptunk tőlük, és nagyon hálásak vagyunk érte. Igazából mindenben segítettek nekünk, akár tisztálkodási szereket, élelmiszert, mindent. Rostás János, a Máté Szalkai Szakképzési Centrum kancellárja elmondta, a kollégiumban a végzés után is teljes ellátással maradhatnak azok a végzett diákok, akik nem tudnak hazatérni. Emellett sokan közülük már el is helyezkedtek a magyar munkaerőpiacon. Ez a segítség már úgy gondolom, hogy az itt tartózkodás kezdetétől, februártól megtörtént, ugyanis a váltós időszakok, tehát a egyik héten tanulás, a másik héten pedig úgymond munka jellemezte. Az iskola vezetése nagyon aktívan beleállt ebbe a projektbe, és nagyon sok tanulónak itt helyben, illetve a környező településeken, akár Nyírbátorban nagy multicégeknél munka lehetőséget találtak, és én úgy gondolom, már nem ez volt az eredeti cél, hanem az, hogy szülőhazájukban, Kárpátalján erősítsék a magyar identitást, illetve az ottani gazdaságot, de a most itt végzettek nagy része már az itt lévő szüleikhez csatlakozva valahol az ország bármelyik részén, de fog majd elhelyezkedni, illetve azok, akik már a iskolavezetésen keresztül munkahelyhez jutottak, ők mennek, ahol eddig is voltak. A duális képzőhelyek egyébként ilyen szempontból nagyon rugalmasak, és fogadják a kárpátaljai fiataljainkat, ugyanis jó munkaerők. Rostás János azt mondta, a Máté Szalkai Szakképzési Centrum távlati célja, hogy a magyar nyelvű szakképzést Észak-Erdélybe is eljuttassa. Ezzel kapcsolatban meg is kezdődtek az előkészítő tárgyalások, amely révén a jövőben Máramarosziget, Nagybánya, Szatmárnémeti és Nagykároly környékéről is várják majd a diákokat.